ॐ ज्ञानति मिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम्। भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Itt a hatodik fejezetben Krishna beszél a jógáról, Astanga jógáról. És első, amivel kezdő rögtön, itt kettőféle, első négy versben meghatározza egy pár jogának részét. Van a joga aruruksa, ami első versben beszél, hatodik fejezetben. Aruruksa az azt jelenti, hogy a kezdőknek való joga. Miről szól ez a joga? A cselekvésről, hogy a cselekvés olyan joga gyakorlatok, amelyik a lemondáshoz vezetnek. Szóval a cselekvés az az eszköz a fejlődéshez, aktív cselekvés, ez a joga aruruksa. És ötödik verstől kezd tanítani joga rudhát. Joga rudha, a rudha az a, akik már haladok. Nekik szól a joga rudha, ez azt jelenti, hogy a joga gyakorlatnak az eszköze lemondás a cselekvésről. Szóval munka az elme belől. Minden kettő elmével dolgozik, mint a joga aruruksa, csak ott az aktív cselekvések által, például yama-niyama, ez a dhyana yoga, a hatodik fejezet, ez az astanga yogának a belső mechanizmusáról igazából beszél itt Krishna. És először az aktív yoga, ez a yama-niyama, ahol ember követi utasításokat, és elkerüli vagy tiltások szerint él. Vannak ötféle tiltás, amit nem javasolt, és ötféle utasítást, ami fontos csinálni, hogy tudjon fejlődni a jógába. És akkor ez egy cselekvés által történik, ez egy joga aruruksa szint. És amikor ott is nem más, mint az elme szabályozásról van szó. Mind az egész hatodik fejezet mutatja, hogy a igazi jóga az nem csak mondjuk aszánákból áll, hogy valaki megtanulja sokféle aszánákat, és akkor nagyon rugalmas lesz a kinyúlt a testje, hanem elmével kell dolgozni. Srila Prabhupada itt magyarázatban rögtön mondja, hogy probléma az elmében van. És az elme a anyagi világban nagyon szétszórt. Egyik szempontból elme szétszórt többféle élvezett tárgyakra, ugyanakkor a tudatja össze van szűkülve, emberek zárkozottak, sértődnek másokra, hogy, szóval emberek nem tudnak viszonyulni egymással, nem tudnak viselkedni, nagyon, nagyon szűk a tudatok, szóval nem tudnak élni szeretettel. És ezért, mivel egy ilyen ellentmondásos dolog, de ez a természet, amennyire többen fókuszál valaki az anyagi természetre, Istennek a külső energiára, annál szükebb lesz a tudat. És annál távolabb a szeretettől, a boldogságtól. Magyarázza Yoga Sutra,
hogyan működik a tudat. Az elme, hogyha koncentrálva van az anyagi energiára, és kapcsolatba lép, akkor ez a kapcsolat, az úgy hívják, hogy szamszkár, vagy élmény. És tudatalatiba kerül ez a kis élmény, ez a szamszkár, ami sok ilyen van. Ember nap mint nap élményeket csinál, és akkor karma vászana. Ez azt jelenti, hogy vászon, vászana, és vászon csomagból áll, és ezek a kis csomagok, ezek a élmények, szamszkárok. És utána ezek a szamszkárok, ezek a csomagok, ezek a élmények, ami archiválva vannak ott tudatba. Yoga Sutrában Patanjali Muni, ő nem is osztja szét a tudatot, hogy elme, intelligencia, hamis ego, egybe emlékezett, ez minden tudatnak a részei. Ő egybe mondja citta, és ő azt mondja citta, ott benne van a funkció, mint hogy elme, ott van az intelligencia, a memória, a hamis ego, ez a citta. És akkor ott van a cittában, cittának van kettő része, egyik része az, ami mi úgy nevezünk tudatos, ez az a része a cittának, ami most mi használjuk, mikor tudatosok vagyunk, és hozzáférünk memóriához, információhoz mostani napokban. És van második része, ami úgy mondják nálunk, hogy tudat alatti, ez is egy tárhely, ami sok információ, szamszkárok, minden van benne, amihez nem tudunk tudatosan hozzáférni, mert erre az életre nem kaptunk hozzáférést, az bármelyik másik életben megkaphatjunk bizonyos részekhez. És utána mi történik, hogy ezek a szamszkárok, ami megkaptunk kapcsolattól, anyagi energiával, Krisnának külső energia által, azok feljönnek, aktívak lesznek, és megjelennek az elmében, mint hullámok, mint gondolat, mint vágy, mint kép. És kényszeríti elméjét fokuszálni így az anyagi energiára. És ettől ember szétszórt is gyenge, mert nem ő saját akaratából valamire fokuszál, hanem ezek a szamszkárok kényszerítenek. Csak egy feljön. Egyik, másik, azok meg vannak időzítve, és valamikor megjön az idő, mint például, amikor valaki ül, minden szép és jó, rendben van, mondjuk gyapázik, énekel Hare Krishna mantrát, és egyszer csak feljön egy gondolat, nem tudom, pizzáról, pasztáról, nem tudom ki mit szeret, és akkor vége a gyapának, a meditációnak, nem vége, tovább meditál az elme, de már nem transzcendentális meditáció lesz, hanem a pizzán meditál az ember. És nem tud irányítani. Ezért meg van gyengülve, és mivel a külső energiára koncentrál, akkor egy illuzorikus gondolat kerül nála, hogy ez engem boldogátok tud tenni. És akkor kész. És a jogának a feladata mechanikus. Ez a jóga, amiről mi beszélünk, a astanga jóga, vagy diána jóga, igazából ugyanaz. Annak a lényege gyakorlatok segítségével elvonni elméjét az anyagi energiától, és visszafokuszálni először ön szívé, saját szívébe, és akkor paramatmára. De ez nagyon nehéz, ez a módszer, mert fogunk látni, hogy Krishna majd, vagy Arjuna fog mondani 30 itt a való versekben, hogy Chanchalam Himana Krishna, hát én nem tudok irányítani az elmémet, mert nagyon irányítatlan. Hát ki próbálta bőtölni? Ki tapasztalta, hogy katasztrófa, nehéz? Igen. Így anyagi energia gusba köti. Ezért
Itt ebben a versben, ami mindjárt ideérünk, de még hogyha mi megnézzünk, Sukha Dukha, Sita Usna, már második fejezetben, amikor Krishna mondta, hogy te nem vagy ez a test. Dehinas minyata deheka umaram yoram jaratat hadihantara paraptir dhiras tatra namuhyati. Nem vagy ez a test, de nem fogsz tudni megérteni. Mert az ára matra sparsaste kunti yasitosna sukha dukha su. Ugyanaz. Amikor te akkor csak megértesz, hogy te lélek vagy, hogyha megtanulsz nem a testre figyelni. Közömbös leszel matraszparsa, bármi, ami testtel. Matraszparsa az azt jelenti, hogy amikor érintkezésbe kerülnek érzékek érzik tárgyakkal. Szem a formákkal, fül a hangokkal, orr az illatokkal, nyelv az ízekkel, bőr a tapintással. Matraszparsa, mikor ez nem lesz, és utána ott is mondja, sukha dukha, hogy a anyagi boldogság, boldogtalanság és sita usna, hideg, meleg nem zavarja meg, hogy ez megtanulott, akkor képes leszel megérteni, hogy te egy lélek vagy. Másképp, miért? Mert akkor a te tudat többet nem koncentrál az anyagra. Szóval az, hogy mi kétségbe esünk az anyagi dolgok miatt, az nekünk is egy visszajelzés, hogy mi anyagi tudatban vagyunk, hogy mi fokuszálva még vagyunk a tudatunk arra, ezen. És ezért elme vezeti minket. Hogyha boldogtalan vagyok én, hogy most valami velem történt, valaki beszólt nekem, elfogyott az ebéd, és akkor egész délutánom depressziós lett az ezután. Ez azt jelenti, hogy igen, elme engem vezeti. Mint például, és így az élet során, ez egy nap, de akkor az élet során most ezt akarok, oda megyek, és hogyha nem kaptam, akkor kész vagyok, hogyha megkaptam, akkor boldog vagyok, szóval így működik az elme. Mint amikor, hát beülünk a taxiba, és nem tudjuk, hogy hova megyünk, mi a cél, akkor a taxis minket fog vinni. Mint a régen Indiában úgy volt, hogy taxis vagy a riksás, az elveszi mindig minket boltokba, és akkor viszi a boltba. Mert ha ahová elviszi minket, ahol mi vásároljunk, akkor a bolt tulajdonos jött tolni szokott a riksásnak vagy taxisnak. És hogyha mi nem vagyunk határozatok, akkor beviszi minket boltba, akkor megnézzünk, hú, de jó, hogy elhoztál ide, nem terveztem, de tök jó dolgok, hú, és akkor vásárolok. Szóval ez a probléma már elme nagyon erős, rendkívül erős. Ő akarja, mivel illúzió hatás alatt van, azért nagyon akarja élvezni és kipróbálni dolgokat. És őt nem érdekel a jövő. Őt érdekel most kapni élményt, ezt a szamszkárt. Ettől, mivel fokuszálva van az anyagra, az anyag, hogy úgyis a Yoga Sutrában hasonlítja, hogy a tudatunk olyan, mint egy mély tó. És a tó felszínen van sokszor hullámok. Fel van kavarva a víz, zavaros lesz, és nagy hullámok vannak. És akkor, amikor vannak ezek a hullámok, ez pont a mi gondolatok az elmébe. Emlékeztek, amikor jön a stressz, akkor már nem tudjunk figyelni a Szent Névre, Hare Krishna mantrára. Annyira koncentrálunk ezeren a stresszen, rágódunk, jaj, most ez, és azt mondta, hogy képzelte, miért ez így, és hogy csak ott vagyunk már. Már nem tudjunk mélyebb menni egy kicsit. Nem lehet. Nem képes ember. De pont amiről beszél a Yoga Sutra, hogy a jogának a feladata, ez a jita, atma, prashanta. Szóval pont erről van szó, hogy jita, atma, hogy le kell győzni az elméjét, jita, atma, amikor legyőzöl az elmét, akkor prashanta, shanti, békés lesz.
amikor megnyugszik, és a tónak a hullámai nincsenek tükörséma lesz a felülete, és kitisztul a víz, akkor nagyon mélyen lehet látni. Szóval ahhoz, hogy valaki lásson lelki dolgokat, ahhoz neki ki kell kapcsolni ezt a fókuszt az anyagra. Miért sokszor, hogyha mi, mikor hallottunk történeteket, sokszor hallottunk, hogy ez a szent most 30 napig bőtölt, és csak lelki gyakorlatokra csinált. És mindig lehet mondani, miért kell bőtölni? Hát a bőtölés, de ezt most nem mondom, hogy holnap mindenki bőtöl jön. Ez nem, csak mesélek, hogy értsük, hogy miért ez fontos. Nem csak bőt, hanem sok minden más. A bőt, vagy evés, ez is testre koncentráció. És azok, akik nagyon komolyan vesznek, de megint mondom, vigyáztok, ne csináljátok, mert nehogy valaki beteg legyen, meg rosszul legyen, hogy most holnaptól bőt, mert én lelkesítőt mondtam, vagy valamit. Jó, mert ez egy fontos. Mert nem biztos, hogy mi azon a szinten vagyunk. Ez is fontos, hogy nem, mert Prabhupád nem mondta, hogy bőtölni kell. Csak mondom a mechanizmusát, jó? Ez egy... Érthető? Oké. Szóval a mechanizmusát mondom, és csak akkor valaki bőtöl, hogyha nem zavar, nem lesz ettől beteg, sok minden nem lesz következménye. Szóval vakon nem szabad bőtölni. De a lényeg, amikor a szentek elmerülnek nagyobb meditációba, azért lemondják az ételről, mert aki próbálta köztetek, azért nem eszek, mert koncentrálnak a Hare Krishna mantrára, Krishnára, meditációra, akkor fog tapasztalni, hogy mikor kezd enni, akkor ez megzavarja a tudatot. Jön az anyagi energia, koncentráció. Szóval ezért a bőtölés, az amikor ember próbál eltépni a tudatot az anyagi energiától, mert test is az. Szóval akkor, mert ezért mondom, amikor éhesek vagyunk, milyen zavarban vagyunk. Ez azért, mert koncentrál a tudatunk a testen. De ez egy keményebb, nem ebből áll a bhakti yoga, Prabhupád, amit nekünk adta fő módszerek, öt fő módszer, ott nem, nincsen egy bőt, de hogy értsünk, hogy mi a mechanika, mert mi most jogáról beszélünk, ott a jogával kicsit később pont az lesz, hogy nagyon komolyan kell lemondani, özbőre kell ülni, és akkor persze Krishna fog mondani, nem lehet az, aki túl sokat eszik, túl keveset eszik, de hát a jogik miket esznek? Általában haritákikat esznek, amaláki haritáki, bibitáki, ezeket iszonyú, savanyú gyümölcsöket esznek, meg mindenféle gyökereket esznek, szóval nem lakomáznak. Szóval ez egy fontos. És amikor valaki így legyőzi az elméjét, elvonja az anyagi energiától, és akkor nem csinálja hullámokat az elmébe, amikor Jitátma legyőzte, akkor fog látni Paramatma Samahita. Akkor lehet látni Paramatmát, lehet hallani Paramatmát, hogy milyen utasításokat ad. Jitátma Prasanna, Paramatma Samahita. De valaki megkérdezi, hogy hát ha én hallom hangokat, akkor hogyan tudok megkülönböztetni, ez most Paramatma szólt hozzám, felső lélek, vagy az elmém? Kicsit, mindig beleütöm, kicsit így rakom. És akkor, hát akkor hogyan? Ki tud mondani, hogy hogyan lehet? Megkülönböztetni, ez most az elmémnek a hangja, vagy a Paramatmának, felső léleknek a hangja? Jó, de hát elme fog mondani, figyelj ide, te most annyira jó, Krishna tudatos vagy, és én vagyok a Paramatma, most ez egyértelmű, hogy én vagyok az.
az elme fog mondani, figyelj, ez a hang, ez a felső léleknek a hangja. Garantálok. Igen? Hát megnyilvánulnak akkor belül a szimptomák, ami szeretetteljes, ragyogás, tehát... Megnyilván, elme olyan szimptomákat, elme olyan szimptomákat megnyilvánul, megnyilvánítja, hogy még el is ájulsz. De, hidd el, hidd el. Még nem tapasztaltál? Én tapasztaltam az én elmémből, hogy miket tud nyilvánítani. Jó, oké. Sila Bakti Vigyapurna Marázs ugyanára a kérdésre azt mondta, hogy a felső lélek az intelligencián keresztül kommunikál. Azt fog mondani. Figyelj, most intelligencián keresztül neked kommunikálok. Igen. Jó, Gizi, Gizi mondta. Valaki elmondott, hogy tartott erről egy kérdést, akkor ő ezt a magyarázatot adta, hogy ha a felső lélek szól hozzánk, akkor nincs kételj, bizonytalanság. Hogyha csak az elménk, akkor mindenféle variáció jut eszünkbe, de hogyha a felső lélek, vagyis a lelkismeretünk szól, akkor igen, hát elme, ő fog, amikor szól, azt mondja, figyelj, kétségtelenül szólok, egyenesbe paramátma vagyok. Ez mindent tud. Nem megyünk tovább, mert Lalita, ő a legjobb választotta. Te is egyet értesz? Igen, csak még egyet hozzá. Na, igen. Nem lehet összeveszni a paramátmával, amikor ő szól hozzá. Hát elmével te szoktál összeveszni? Akkor összeveszni. De amikor ő paramátma szerepbe beáll, akkor nem veszünk össze, amikor meghódolunk. Az a legjobb válasz az, hogy itt van a versben, amit Lolita is mondta. Hogyha én szukhadukha szamakritva, sita usna, hogyha én így állok hozzá, és a kétségek nem zavarnak meg, akkor én már nem vagyok koncentrálva anyagi energiánál, akkor az én elmém képes koncentrálni a paramátmára és hallani őt. Ez a feltétel. Utána a következő versben mondja, Gyána Vigyána Triptatma, Vigyitendriá, és utána Tatama, nem, itt van. Gyána Vigyána Triptatma, sokat lapoztam. Hogy mondtál, Lidoska Prabhu? Na. Számados trasma kancsana. Szóval még azt mondja, még arany, vagy kő, még ezzelhez is leszel ilyen semleges. Szóval ez egyik fő fontos feltétel. De van még egy másik, hogy megkérdezünk lelki tanítómestertől. Mint a egyik bakta eljött Srila Prabhupád, és mondta Srila Prabhupád, mikor gyapázok, olyan jó, ilyen kék ragyogást látom, fú, ez micsoda. És akkor gondoltam, milyen Prabhupád mondja, hú, ez paramátma. És Prabhupád mondta neki, nagyon jó, folytassál tovább gyapázni, majd elmúlik. Szóval ez a fontos. Szóval, hogyha akarja valaki legyőzni az elméjét, vagy hogy mechanizmus az, hogy legyőzni az elmét, ez megszüntetni hullámoztatás. És ezért vannak a szabályok, mint mondjuk a Yama Niyama, mert jóga ott kezdődik. Aki nem gyakorolta Yama Niyamát, és próbál rögtön menni Asana Pranayama, nem képesített erre a gyakorlatra. Miért? Mert a Yama Niyamával te próbálod nem amit elme diktálja csinálni, hanem próbálsz fegyelmezni az elmét, nem azt
csinál, amit elme akar, hanem ezek a előírt kötelességek szerint cselekszek, vagy a tiltások. Mert elme akarja ezt, ez pedig nem akarja, én ezt csinálom, ez elő van írva, ez nem csinálom, ezt tiltva van, és akkor én próbálok fegyelmezni az elmét és megfogni. Akkor jön az erő, és elme kezd képesítést kap fokuszálni. Mert ugyanakkor, amikor mi beszéljünk így, hogy vannak ezek a szamszkárok, hullámok az elmébe, és mi nem tudjuk irányítani az elmét, mert amikor valaki megnyomja a kis gombot nálunk, az egónál, és mi megsértődünk, akkor nem tudjunk irányítani. Kész vagyunk. Akkor ezen fekszünk, ezünk, ezen kelünk, ezen eszünk, mindig így élünk ezzel a stresszel. Ez gyengeség. Mert mi könnyebb megsértődni, vagy megérteni, és megbocsátani? Megsértődni könnyebb. Igen. Szóval megbocsájtani, megérteni másokat, ez nehezebb. Ez már kell erő. És átlag életben, mivel nincsen erről se oktatás, se tanítás, akkor az ember gyenge. A szétszórtság, ez avyavaszát meg a buddhi, amikor a szétszórt a tudat, akkor ilyen gyenge lesz a tudatja valakinek. És amikor jámaniámat valaki gyakorol a jogába, akkor ő próbál összerakni fokozba az elmét, hogy erősebb legyen. És utána, amikor aszanákat gyakorol, ott aszanába tovább megy, tudatot gyakorol, tovább fokuszálni, erősíteni, mert nem a lényeg az egészség az aszanába, hanem az egészség, ez a másodlagos eredmény, ez csak egy ilyen melléktermék a jóga aszanáknak. A fő gyakorlat, az, mivel én már jámaniámat gyakoroltam, én megtanultam fegyelmes lenni, ez azt jelenti, hogy tudok szabályozni az elmémet, akkor képesített lettem gyakorolni aszanát, mert aszanákban meg kell tanulni, fókuszálni a pránára. Hogy hogyan működik a prána, hogyan áramlik, utána jön pránájáma, ott még nagyobb erő kell tudatnak, és az aszanában még kifinomul az elméje, és képesített lesz irányítani a prána, mert pránájáma, ez a prána ájáma, az azt jelenti, hogy kontrolláljuk a pránát. És akkor ott lesz mellék hatása, hosszú élet. És akkor aszanában meggyógyul, pránájámában hosszú életet kap, ahhoz, hogy meditáljon, mert mikor fáj valakinek a testje, akkor nem tud meditálni, azért aszanát meggyógyítja. A meditáció hosszú távú, hosszú évű, ezért ott kell hosszú életet, és az a pranayama eredményez. És akkor így minden szint ashtanga jogának egyre jobban-jobban fokuszálja a tudatot. És amikor már nagyon erős a tudat lesz, ezzel már kihagyom egy pár szintet, dharana. Dharana ez még nem meditáció, csak koncentráció szint, mert hát úgy van, hogy a pranayama, a pratyahara, dharana. És a dharana, ott már olyan erős az elméje, hogy megnyilvánulnak a misztikus szidhik, mert a misztikus szidhik ez az elmében van, ez nem valahol máshol van. Minden fókusz, az ugyanúgy, mint a napsugár. Hogyha mi napsugárt a szobába beengedjünk, sötétető függön keresztül, akkor leszűri, és nagyon gyenge fény jön. De ugyanazt a napsugárat, hogyha mi egy nagyító által egy pontra összpontosítjunk, tüzet fog csinálni. Szóval elme ugyanolyan, amikor elme koncentrálva van az anyagi energiára, akkor szétszórt lesz, és gyenge. Ezért mi gyengék vagyunk. Amikor jógát valaki gyakorol, akkor fokuszálja, és amikor nagyon erős a fókusz, akkor jönnek a misztikus szidhik. Ott lehet sokat erről is beszélni, hogy működnek ezek a szidhik. Akkor van erős szó, mert mikor erős a szó, most
majd lesz Namatattva leckék, majd ott fogunk beszélni. Ez ugyanaz a misztikus szidhi, mikor valaki kimond valamit. Tehát a mantrák, miért nem működnek a mantra? Emberek világban gondolják, hogy most tele van internet mantrákkal, és mindenki jobbra-balra mantrázik, de nevetséges, vicces az egész, mert nem működik. Miért? Mert nem a mantra kell, hanem tudat kell hozzá. Szóval a mantra akkor működik, mikor az a tudat megvan, és ez a tudat tisztasága is nevezik, amikor valaki tud koncentrálni így a jóga által. És akkor milyen gyakorlatos? Oké, ez a jóga, ez a mechanikus jóga, aztán Arjunának Krishna mondta a végén, mikor Arjuna mondta, hát én nem tudok ezt csinálni, Krishna mondta, na hát elértem a célt. Mert az egész jógát magyarázta a hatodik fejezetben, hogy elérjen negatív eredményt, hogy Arjuna ne akarjon ezt gyakorolni. És utána megnyugtatta, ne aggódjál meg, hogy kezdődik? Utolsó vers? Jogi mám, api szárvésám, madgantén rátmanám, sradaván bajatayamám, szemeljutattam a matá. Ugye azt mondta, igazából a legjobb jogi az, aki mindig gondol rám. Ez a legjobb jogi. Nem kell ezt neked csinálni. Ne aggódj, a Kali Yugában úgyse fog sikerülni, de a legjobb, mert ennek a joga, Ashtanga joga, Dhyana jogának pont a célja a végén megtanulni ezt az egész joga koncentráció, minden, hogy tudjál Krishnára koncentrálni. És Krishna mondja, de aki rögtön nem próbál koncentrálni, nem megy ezeken a külsős, tekerős utakon, mint a jóga, hanem a Sradavan Bajatayamám, aki rám gondol, aki engem szolgál, akkor a legjobb. És utána a hetedik fejezetben kezdődik a Bhakti Yoga. Első hat fejezet az a Karma Yoga volt, és ezzel a Dhyana Yogával volt vége, és utána kezdődik a Bhakti Yoga, és ott Krishna rögtön kezdi, hogy hát mivel kezdje igazi jógát? Mit kell csinálni? Matchita madgata prana bodhayanta parasparam. Jót mondom? Valamint összekevertem, nem? Matchita madgata prana? Nem. Nem. Maya sakta mana partha yogam yunjal madashraya. Ez volt a 9-10-9, igen. 7-1. Maya sakta mana partha yogam yunjal madashraya asamshayam samagramyam yathagya sasitat shrino. Hogy egy tacsrino, hogyha akarunk hallani, és akarunk megvalósítást, akkor kezdjük hallani. Keresünk legjobb, hogy keresünk le baktákat, akik vigyána. Gyána, vigyána triptatma, ez megint itt, ami hatodik fejezet, nyolcadik vers. Ahhoz, hogy ebből a tudásból kapjál megvalósítást, hogyan működik a mantra, mert mi a mantra jógát gyakorolunk, akkor halljunk vigyánikat, azokat, akik már megvalósítottak a mantrázásuk. Ez a tacsrino. És mikor te hallasz, akkor fogsz kapni megvalósításokat, fogsz kapni erőt, mikor hallani, nagyon sokat kell hallani, mert ahogy csak mi nem hallgassunk, nem olvasunk, elme azonnal elfordul, és anyagi energiára koncentrál. Azonnal, mert mi itt vagyunk az egész anyagi energiában. Mindenhol csillog, villog, és a szamszkárok ott vannak. És ahogy csak nem koncentrálunk, nem halljunk valakiket, akitől kapunk erőt, vágyat gyakorolni, akkor elme rögtön vissza fog menni. A szamszkárok, anyagi energia. És ezért próbálni kell mindig hallani, mert másképp ez a tisztaság lesz az elmének, más, mint rögtön el fog menni, nem lehet mit csinálni. És halljunk, akkor mi ezt tisztaságba tartjunk a tudatunkat, hogyha ezeket halljunk, vagy olvassunk, tőlük kapunk erőt, és kapunk vágyat és kedvet gyakorolni. És utána Krishna magyaráz, Maya Sakta, hogyha mi halljuk azoktól, akik megvalósítottak, mi rögtön kezdjünk ragaszkodni. Rögtön első Krishna mondja, Maya Sakta,
ragaszkodni fogsz hozzám. Hallasz? Azoktól, akik ragaszkodnak hozzám, te hallasz, fogsz. Maya Saktamana Patha Yogam. És ez a joga, a kapcsolat. Ragaszkodsz Krishnához, akkor kapcsolatban vagy. Yogam, Maya Saktamana Yogam Yunjan, Mad Ashraya. És hogy kapcsolatban vagy velem, a Yogam Yunjan, akkor bármi, ami történik, mert mi is, mikor stresszbe kerülünk, bezárkozunk, vagy megyünk mindenkinek, mondjuk, az miért velem ezt csinálta, igazságtalan volt velem, én ezt nem érdemelek meg, ezt most csalódtam benne, nem ezt vártam el tőled, mást vártam, ugye ez megy. De mikor mi társuljunk megfelelő személyekkel, akkor nem ez lesz, hanem akkor madásraja. Bekerültünk kellemetlen helyzetbe, akkor menedéket veszünk Krisnánál. Jó? Biztos ez segít nekem megtisztulni, ez a kellemetlen helyzet, hogy még jobban rád koncentrálják, akkor más a gond, más a, nincs fájdalom, hanem van kicsit fáj, de ugyanakkor van egy kellemes érzés. Hogy ez most nehézség, ez a nehézség, ez engem jobban összekötötte Istennel. Madásraja. És amikor mi ezt megcsináljunk, veszünk nála menedéket, madásraja, a szamsajam. Ez azt jelenti, hogy szó szamsaja, azt jelenti, hogy kétségek. Nekünk most van kétségeink. Jó ez a Krishna tudat, de hát annyi sok érdekessége van ebben a világban. Lehet, hogy valamiből ki fogok maradni, hogy olyan krisnás leszek. Lehet, hogy még ez is kell, és akkor nekünk van kétségek abban, hogy mi, hogyha csak valaki Krisna tudatot gyakorol, akkor tökéletesen boldog lesz. Minden cél lesz elérve, minden vágya lesz teljesítve, csak attól, hogyha Krishna Bhakti Krita Haya. Hogyha valaki szolgál Krishnát, minden eléri. Nekünk kétség van. De hogyha mi halljunk azokat a személyeket, megint Touch Rino, akik megvalósítottak, ragaszkodni fogunk Krishnához, Maya Sakta, Yogam Yunjan, ez lesz a joga, mert a kapcsolatban vagyunk Krishnával, Madashraya, abban az esetben rögtön nála veszünk menedéket, bármilyen nehézségünk van, nincs félelem, nincs stressz, nincs depresszió, azonnal nincs. Asszam sajám, mert mikor nála veszünk menedéket, akkor ő fog adni ezt a menedéket. Hogy mondja? Második fejezet? Negyedik fejezet? Ahogy én hozzád, ugyan te hozzád. Jéjet hamam prapagyete, tamsztatáme bajamme ham. Igen. Hogyha te nálam veszel menedéket, akkor én vállalok felelősséget már, akkor én már adok menedéket, akkor segítek. Ezért a szamsaja, mint kapok ezt a viszonyzás Krisnától, akkor a szamsaja szét lesz oszva összes kétségem. Nem lesznek kétségeim. És akkor is mondja a Tacsirino, ezért hallgassál. Szóval ez a jóga, a mechanizmusa, ez a mechanikus jóga, amit itt beszél Krishna a hatodik fejezetben, de ugyanakkor, hogyha mi hallás által gyakoroljuk, ugyanazokat fogunk elérni, csak sokkal könnyebb és sokkal gyorsabban, mint a klasszikus jóga. Használni tudjunk egy pár tanácsot a jógából, például amikor elme kezd koncentrálni az anyagon, akkor kezd nekünk aggodalmokat okozni, ezt akarok, azt írja, akkor is miért ez, nézd meg ő miért ezt csinálja, elme is megint másokra kezd nézni, akkor mit kell csinálni? Mondják, hogy a kezdő szinten, amikor elme kezd énekelni saját dalamot, akkor hanyagolni kell. Mert mikor valaki vezet, és mellett ül a felesége, és akkor ő beszél. És akkor vezet, és akkor ó, nézd meg, milyen ott, milyen bolt van, ó, nézd meg, ott, mi, hó, az ott, és akkor itt mutatja. A férfi ahhoz, hogy ne legyen baleset, hanyagolni fog, miket mond. Ja, persze, csak figyel az utra.
megy a cél felé. Szóval ez a fontos. Másképp, mert az elme is ilyen nekünk, hogy van egy cél, oké, akarok lelkileg megvalósított lenni, mantrázni, de akkor elme fog mindig, ó, várj, egy kicsit vele beszélgetek semmiről, kicsit, most kicsit eszek ezt, most kicsit arra, és akkor hop-hop-hop, és elment a nap. És akkor közben gyapáztam, miközben beszéltem, mert valahogy ki kell pipálni a köreimet. Akkor ez itt nem fog működni. Szóval az elmét hanyagolni kell, és mindig kell fókuszálni, mi a cél, mi a cél, mi a cél. Ennyi az idő, csak nézzünk, hogy jó, most már nem mesélek. Majd máskor elméről történetet. Oké, hát röviden. Ja, utána már nem is Bhagavad Gitáról fogok beszélni. Rendben. Kérdés, hogyha van valakinek felmerült, fontos. Rendben. Nagyon szépen köszönjük. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Shri Shri Radha Shyama Sundara ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaura Premanandi Hari Bol.